Mi pedig már is folytatjuk Hamar Zsolttal, a Nemzeti Filharmonikusok zeneigazgatójával, karmesterével. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! És ugye arra emlékeznek, hogy ugye Kocsi Zoltánnak a halálának az évfordulója néhány nap múlva lesz, ha jól emlékszem, november 6-án, és az általa vezetett együttesek lépnek fel a Műpában. Szerintem akkor ez innentől fogva évvégéig kitart az a koncert. Tehát az nem egy kétórás koncert lesz, mert egyszerűen miből teszik össze egy ekkora életművet? Nem életművet játszunk, aznap este halálának napján este egy emlékkoncertet játszunk. Ez egyébként hagyomány, most már 2 éve, és az, hogy az általa irányított együttesek, ez azt jelenti, hogy a Nemzeti Filharmonikus zenekar és az énekkar együtt lép fel. Pontosan mivel? Mivel készülnek? A hangverseny első száma egy Ravel mű, amely eredetileg egyébként zongorára írt Ravel, és aztán ő írta át egy pár tételét zenekarra, nem az összes tételét, és a hiányzó tételeket aztán később átírta Kocsis, és mi az összes tételt adjuk elő ilyen értelemben. Utána ennek az első műnek egyébként egy ifjú karmester kollégám lesz a dirigense. Hagyomány, hogy ezeken az alkalmakon, tehát ezeken az emlékkoncerteken bemutatunk egy-egy ifjú karmestert, egy-egy ifjú szólistát és egy kortárs szerzőnek új művét is. Ilyen értelemben lép föl az ifjú karmester kollégám, akit egyébként Thomas Cornellnak hívnak, félig amerikai egyébként. Édesanyja azonban magyar, majd utána Érdi Tamás játszik nekünk egy koncertet, Chopin Émol koncertjét, és a koncert második részében pedig egy kortárs mű csendül majd fel, Kovács Zoltánnak a miséje. Ahogy mesél itt nekünk, én valahogy úgy érzem, hogy ez gyakorlatilag egy lelki együttlét, vagy valamiféle olyan hiánypótlás, amit lehet, hogy nem is lehet pótolni, hiszen tudjuk, hogy önmagában Kocsis Zoltánt világsztárként köszöntötték Japántól, ha már említette Amerikát, Amerikáig mindenhol, és 3 éve nincs közöttünk. Akkor ez az alkalom, ez talán jó alkalom arra, nem csak az emlékezésre, hanem hogy az energiákat magukba szívják ezen az estén? Hát azt kell, hogy bevalljam, hogy az elmúlt 3 évben kis túlzása nincs olyan nap, amikor ne említenénk őt meg, ne hivatkoznánk rá, nem tudom, idéznénk őt. Tehát az tökéletesen igaz, hogy együtt él az együttes azóta is ő vele, de nem csak az NFZ egyébként, hanem az egész szakma, sőt, nemrégiben Svájcban léptem föl karmesterként, és az ottani zenekarból is voltak páran, akik ismerték őt, és azonnal ez egy témává vált, tehát azonnal róla kezdtünk egyébként beszélni. Az pedig, hogy az ő hihetetlen egyrészt tehetsége, szerteágazó tudása, széles látókörűsége, aktivitása, vitalitása. Talán ez érlelte meg bennünk azt a gondolatot, hogy olyan koncerttel emlékezzünk rá, amely nagyon sok irányba indul. Ifjú karmestert bemutatunk, ifjú szólistát. És nem is biztos egyébként, hogy hosszú távon ez az ő rá való emlékezés, ez ennek a legjobb aktualitása a halálának a napja, mert azért az óhatatlanul egy bánat, és ő az ő személyiségétől rendkívül távol volt, ő egy humoros ember volt. Azt akartam kérni, hogy mesélj erről, hogy milyen volt vele dolgozni. Nekem volt szerencsém őt egy párszor konferálni, beszélgettem is vele, de én megmondom őszintén, hogy mindig úgy tartottam tőle. Koncertek előtt nagyon morózus volt. Igen, de fantasztikus humora volt, és az ő, ha most ezt használhatom, ezt a szót, és nem udvariatlansága részemről, az ő poénjait mai napig is idézzük állandóan. Tehát ez egy, nem volt egy nehéz ember akkor? Nem volt vele nehéz dolgozni? Az egyik utolsó
hosszú beszélgetésünk, én akkor még kindéltem Németországban, is ott dolgoztam, és az ottani együtteshez hívtam őt meg karmesterként, és ültünk egy délután egy kávézóban, és vagy 4 órán át beszélgettünk. Ő egy óriási intellektus volt, és olyan 3 óra után én kezdtem elfáradni abban a beszélgetésben. Hihetetlenül észnél kellett, hogy mondjam, ezt lenni, mert hiszen azonnal tudta mindenre a választ. És én kértem, hogy most már pihenjünk, hagyjuk abba, mert már elfáradtam. És mondta, hogy de te miért fáradtál el? Hát neked nincsen ma este próbád. Hát mondom, hát azért biztos tudsz róla, hogy azért nem könnyű beszélgetni veled, mert hát az embernek nagyon kell. És emlékszem, hogy azt kérdeztem, hogy vagy én lennék az egy első, aki ezt bevallja, hogy nem könnyű intellektuális kihívás, és rám nézett, mindenki ezt mondja, csak nincs bátorságuk bevallani, úgyhogy tudta ő ezt. Elképesztő memóriája volt. De milyen jól utánozta, de halál komolyan. Könnyű őt utánozni, és ez olcsó poén most a részemről, remélem nem bántódik meg. Bárha még egy történetet gyorsan elmondhatok, én még Pécsen dolgoztam akkor, és a Pécsi Együtteshez jött karmesterként, és dühöngött a próbám. És egy adott pillanatban odaszólt a koncertmesternek, hogy te meg mit kamuzol itt össze-vissza? És a koncertmester, aki egy kiváló muzsikus, és hát mondjuk arról híres, hogy ő aztán mindig azt játssza, amit kell, fölment egy pillanatra az agyába a vér, és ugyanilyen stílusban választott, hogy én nem kamuzok. És hát azért ez egy szemtelenség volt, és így hát meg is állt egy pillanatra a levegő, és akkor ő ránézett az illetőre, és azt mondta, hogy jé, ez én vagyok, és nem is rossz. Ez jó. Egy volt humorana. Tegyük hozzá gyorsan, hogy Pécset, hogyha már említette, akkor a Kodály Központban az egyik próbatermet Kocsi Zoltánról nevezték el, de el lehet nevezni ugye termeket, meg át lehet adni emléktáblákat is, lehet rá emlékezni, de nagyon szép, amit említett, hogy mindig egy fiatal tehetséget megpróbálnak bemutatni. Ugye amikor Puskás focizott, akkor mindig megkérdezték, ki a következő Puskás, amikor Albert focizott, akkor ki a következő Albert, amikor Egerszegi úszott, ki a következő Egerszegi. Ön már látja egyébként a fiatal tehetségek között, hogy ki lehet esetleg az új Kocsi Zoltán? Igen. Nagyon fölcsillant a szemem. Igen, van egy ifjú karmester kollégánk, aki tetejében megtisztel azzal, hogy úgy csapódik hozzám, vagy tanáraként, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt, úgy számít az én véleményemre, ott benne van a pakliban, hogy ő belőle valami egészen. De nem árulom el, hogy kicsoda, mert ezzel csak az esélyeit rontanám. Van-e még jegy az emlékkoncertre? Korlátozott számban, igen. Korlátozott számban, és aki szeretne eljutni oda, akkor most mit tegyen? Most ebben a pillanatban kit hívjon, hova menjen, hova? Szerintem a helyszíndátum időpontot várunk. Ja, a helyszín az a Művészetek Palotája, november 6-a este 7 óra 30. Akkor ezen a napon, hogyha valaki még szeretne jegyet kapni a koncertre, akkor menjen a Művészetek Palotájába. Nagyon megtisztelt, hogy itt volt, és hogy emlékezhetünk közösen Kocsis Zoltánra halálának harmadik évfordulójához közeledve. Köszönjük szépen! Köszönjük.